Tears. A levegőben, ez a világ, ami együtt valami, és nem csak valamilyen. A fő célunk az az volt, hogy minél előbb egy koncertműsort össze tudjunk állítani, úgyhogy igazából ez volt a legeslegfontosabb szempont, hogy minél előbb színpadra tudjunk állni, és hogy meglegyen ez ehhez a koncert anyag is. Főleg saját számokat szerettünk volna a színpadra vinni, és ez hála Isten előbb sikerült is. Te vagy, aki megleptél, mert minden egyes gondolatom köddé vált. Te vagy, akitől ez a pillanat, örök is a szó elszáll. Nekünk egy hatalmas megtiszteltetés, hogy a legújabb dalunkkal, a Veled mindennel bekerültünk a dal 2020-ba. A 560 szerzemény közül választották ki a legjobb 30-at. Nekünk szerintem egy nagyon-nagyon jó lehetőség, igazából minden kezdő zenekarnak nagyon jó lehetőség, hogy minél több emberhez eljusson a zenénk, és reméljük, hogy át tudunk adni egy olyan érzést, hogy milyen egy Talk Tonight koncert. A legújabb dalunk, a Veled minden, ezzel kerültünk be a dalba. Vittem egy alapötletet, amit a Bartók Mátéval, a szaxofonosunkkal tettünk össze. A dalszöveg az egy ilyen első látásra szerelem életérzést ír le, egy mood igazából, nincsen nagy történetmesélés. Veled nincs, ami fullasztó, neked táncolnak a csillagok. Ehhez forgattunk most egy videóklipet, ahol egy nagyon kedves pár a két szereplőnk, akik egyébként a való életben is egy pár, nagyon-nagyon aranyosak, két táncos, Inci és Dusán. A koncert műsor az összeállt, viszont azok a számok, amik, ha jól tudom, eddig 6-6 jött ki, és azok vannak olyan minőségben már teljesen kész, amik mehetnek a lemezre, viszont a fennmaradó számokat, azokat is szeretnénk ugyanolyan minőségben megcsinálni, és vagy klippel, vagy anélkül kihozni őket. Márciusban tervezzük az első nagylemezünk megjelenését. Szeretnénk még ebben az évben egy-két klipet azért mindenképpen készíteni, szeretnénk minél többet koncertezni, úgy koncertszervezők, hívjatok bennünket. És most nyilván a dalra fókuszálunk elsősorban, ami ugye februártól indul, és reméljük a legjobbakat tőle.